Kedves hallgatóink, a következő percekben arra a kérdésre szeretnénk választ keresni, hogy vajon a hit, a hitélet, az érzelem vagy az értelem dolga-e? A kérdéssel Lukácsó Edmond adventista lelkésszel együtt fogunk foglalkozni. Eljött stúdiónkba, válaszolt meghívásunkra, és készen áll arra, hogy újból válaszoljon kérdéseinkre. Köszöntelek Edmond, és köszönöm, hogy ma is eljöttél. Én is köszöntelek Levente, köszöntöm a kedves hallgatóinkat, és örvendek, hogy újból elbeszélgethetünk. Egy Ausztriában végzett friss kutatás szerint a fiatalok mint egy fele azt nyilatkozta a vallással kapcsolatosan, hogy érzelmileg nem érinti meg őket a hit. A hitélet. Ebből a kutatásból kiindulva gondoltam, hogy beszélgessünk erről a témáról, és pedig arról, hogy vajon mennyi érzelem és mennyi értelem kell ahhoz, hogy egy egészséges hitéletet éljük. És az első kérdésem, E kutatással és ezzel a kérdéssel kapcsolatos, tehát te mit gondolsz, hogy milyen mértékben lehet egészséges hitéletet élni intenzív érzelmek nélkül, vagy kiemelkedő érzelmi töltet nélkül? Lehetséges vallásosnak lenni anélkül, hogy. Érez valamit azon vallásos eszmék, vagy azon hit iránt? Hogyan látott -e ezt, ezt a kérdést, és általában az érzelmek szerepét a vallásos életben, a hit életben? Ez egy nagyon érdekes kutatás és statisztika, amit említettél. Az én véleményem az, hogy az érzelem és az értelem egy nagyon érdekes mértékben kell legyen jelen a hívő ember életében, és pedig én úgy gondolom, hogy százszázalékosan kell értelmileg felfogni a vallásos dolgokat, és ugyanakkor százszázalékosan kell érzelmileg is átélni ezeket a dolgokat. Más arányt nem állítanák fel, pontosan azért, mert a hit vagy a vallás egy olyan terület, ami tulajdonképpen nem egy terület kellene legyen az ember életében, hanem egy átfogó fogalom kellene legyen, ami, ami az embernek a teljes életét átövezi. Ezért úgy gondolom, hogy az, vannak emberek, akiket ö, értelmileg érint meg az Istennek igazsága, így jutnak, egy valódi kapcsolatra, tapasztalatra az Istennel például, ha megengeded, említenék egy példát, a proféciák megértése. Van, aki aki például nagyon szereti a történelmet, rájön arra, hogy a Biblia előre kijelentette bizonyos eseményeknek a megtörténését, is, és ez értelmileg benyomást hat, de ugyanakkor ez egy érzelmi elégtétel is. Ami majd rávezeti az embert arra, hogy érzelmileg is rájön, hogy ez az Isten, aki értelmileg a legnagyobb magaslaton van, nem csak információt közöl velünk, hanem érzést is. És ezért úgy gondolom, hogy aki nem érzi az Istennek a. A jóságát, a szeretetét, vagy úgy, ahogy említetted, ezek az ausztriai fiatalok, akik azt mondták, hogy nincsen érzelmi tapasztalatuk. Úgy gondolom, hogy egyszerűen nem engedik meg azt, hogy ez az értelem átváltozó vagy rávezesse őket az érzelemre. Tulajdonképpen Pál Apostól azt mondja a korintusi levélben, hogy a Krisztus szerelme az, ami szorongat bennünket, vagy más szóval motivál bennünket. Ezért úgy gondolom, hogy egyik rá kell vezessen a másikra. Lehet, hogy rávezet az értelmiség szempontjából a meggyőződés az érzelmi tapasztalatra, vagy lehet, egy érzelmi tapasztalat, egy, egy baleset, vagy egy betegség, vagy egy súlyos problémának a, az átélése. Egy haláleset, ami érzékenyé tesz, az vezet közelebb Istenhez, és majd Isten kiegészíti az értelmi szükségleteket is. Tehát úgy gondolom, hogy az ez kellene legyen teljes mértékben mind a kettőben részesülni. Igen, különösképpen ez gondolom ilyen ideális esetekben létezhet, hogy százszázalékosan értelmileg is, és százszázalékosan érzelmileg is ráhangolódni az Isten hitre, vagy az Isten bevetett hitre. De egy olyan világban élünk, ahol, úgy, ahogy tapasztalhatjuk mindannyian, ami a vallás, vallást illeti, nagyon sok botránynak lehetünk a tanúi. És ilyen szempontból lehet, hogy ezek az ausztriai fiatalok is több ilyen botrányos dolgot hallanak, amelyek azt a kis értelmi meggyőződést is elnyomják, mivel negatív érzelmeket váltanak ki ezek a, ezek a rossz hírek, botrányok, amik a vallásos világból érkeznek. És itt a kérdés akkor az, hogy amikor ilyen. Negatív élményeink vannak, amelyek érzelmileg minket eltávolítanak Istentől. Hogyan lehet ezt a folyamatot megfordítani? És hogyan lehet, úgy, ahogy te mondtad, lehet, hogy értelmi szinten én még mindig tudom, hogy kellene higgyek Istenben, vagy ragaszkodjak egy bizonyos közösséghez, de érzelmileg nem tudok ráhangolódni. És úgy, ahogy te is mondtad, lehet, ezek a fiatalok, az értelmi szintről nem tudnak érzelmi uh, szintre áttérni, és érzelmileg is kapcsolódni az egyházhoz. Tehát hogyan lehet ezt a folyamatot megfordítani? Itt úgy gondolom, hogy itt uh, szükséges dolgozni az értelemnél vagy az értelemmel. Mert az érzelmi uh, beállítottságú ember nem stabil. Az érzelmek olyanok, hogy nagyon sok tényező befolyásolja őket. Például, ha egyszerűen egy reggel nem süt ki a nap, az ember már nem olyan boldog. Bú, persze, ugye? lehet ez hogy... Ezért, amikor egy ilyen válságos helyzetben kerülünk, mint ahogy említetted, akkor fontos, hogy a hitünk az értelemre legyen felépítve, és arra alapozódjon. És akkor természetesen másképpen élem át azt a hírt, vagy azt, ami, ami ér engem érzelmileg. Ezért nem váltja fel a negatív érzelem azt az élé megélést, annak a tapasztalatnak a megélését, amit én Istennel szereztem. Értelmi alapon, de érzelmi megélés. És megemlíteném itt Jobbnak az esetét. Jobb is egy... Rengeteg ilyen, ilyen tapasztalaton ment keresztül, érzelmi téren, sikon érintették őt, ugye? Elvesztette gyerekeit, elvesztette vagyonát. Tehát ezek érzelmileg mind óriási befolyást jelentettek. Persze. De értelmileg, ugye, ő elmondja, hogy tudom, hogy az én megváltom él. Tehát ő tudta, nem érezte, ő tudta, mert az érzelmek más diktáltak. Uh -huh. Ezért az az élés, megélés vagy érzelem, amit ez a tudat hozott, az mozdíthatatlan volt az ő számára. És ez azért, mert tudatosan ő letisztázta, értelmileg letisztázta a dolgokat. Ezért hadd éljek még egy példával a hétköznapokból. Köszön. Ugye abszurd dolog lenne az, hogy az emberek ma elutasítsák a víz használatát, csak azért, mert voltak emberek, akik vízben fulladtak. el nem tudjuk kijelenteni, hogy a víz nem jó. Vagy hogy a víz ö, érzelmileg olyan ö, rossz ö, hatással van ránk? Nem. Értelmileg tudjuk, hogy a víz hasznos, természetesen vannak, ö, lehet érzelmi ö, emlékezeteink, amelyek visszavezethetőek, ugye egy halálesethez, valaki megfulladott a családban, és akkor azt mondjuk, hogy igen, ez a vízzel kapcsolatos, de attól még iszunk vizet, attól még használjuk a vizet, mert az eszünk különbséget tud tenni a kettő között. Ugye fel tudjuk dolgozni, meg tudjuk érteni, hogy mi a különbség. Ezért úgy gondolom, hogy ezeket a negatív megéléseket, vagy híreket, vagy botrányokat így kellene feldolgozzuk. Tehát tegyünk különbséget, az Istenben vetett hit, a Bibliában vetett hit, vagy azon botrányos helyzetek, amelyeket egyház képviselői, vagy akár egyházak hoznak a mi életünkben. Ha például egy egyház, egy gyülekezet, egy pap akár, vagy egy lelkész téved, ez nem azt jelenti, hogy a Biblia hamis. Ez nem azt jelenti, hogy Isten nem létezik. Habár az emberek ide vezetik vissza. Igen, tehát De, ez, ez a szeretménye a Ezért nagyon fontos, hogy értelmileg tisztázzunk le magunknak dolgokat, mint ahogy hiszem, hogy Jobb is tette. Említetted Jobbot. Én szeretném, ha egy kicsit Jézus életére összpontosítanánk, és megnéznénk, hogy Jézus életében milyen mértékben volt jelene kettő, az értelem és az érzelem. Különösen az utolsó napokban, a kereszt halála előtti napokban, akkor, amikor kihallgatják, amikor megkínozzák, megverik, és amikor lelki gyötrelmei is vannak. Mert azokban a napokban és azokban a pillanatokban úgy tűnik, hogy Jézust inkább ilyen érzelmi, vihar ö, kapta el és kavarta, és nagyon ostromolta ez az érzelmi vihar. Egy adott pillanatban ki is jelenti a gecsemánéban, hogy ö, atyám, ha, ha, ha lehetséges, mújék el ez a pohár. Gondolom, hogy amikor ezt a kérést így kimondta, akkor ez egy ilyen érzelmi kilocsanás, kitörés volt, nem? Trauma. Igen, Igen tehát gondolom, hogy már ő értelmileg tudta esetleg, hogy tovább kellene menni, de érzelmileg már nem bírta. Igen, Jézus is, az ő természete ugye százszázalékosan isteni volt, és százszázalékosan emberi. Tehát ember volt, ő is érzett, ugye hogy mi is érzünk, tehát azonos természete volt az emberi természethez, és itt, itt éppen ezt a, látjuk ezt a. Feszültséget a kettő között. Mert egyrészt kijelenti, elmondja, hogy ezt a kérést ha lehet, múljék el tőlem, de folytatja, és azt mondja, mm. mégis nem az én akaratom, hanem a te akarat, tehát az atya akarata legyen meg. Ez ugye egyensúlyozza a helyzetet. És elmondja, hogy Jézus miután érzelmileg megkapja ezt, a, ezt az ütést, akkor. Kiegyensúlyozza az ő életében is az értelmi felfogása dolgoknak, és pedig az, hogy ő tudta, hogy mi a megfelelő módja ennek, és pedig az, hogy az atya akarata valósuljon. Jézus életében, különösen az utolsó napokban, de ugyanakkor a, a, annak előtte is látjuk, hogy vannak olyan dolgok, amelyek érzelmileg is hatnak rá, hogy olvassuk azt, hogy Jézus sírt, vagy olvassuk azt, Igen. hogy Jézusnak valaki megtetszett, a gazdag ifjú például. Tehát Jézusnak voltak érzelmei, és, és azt tudjuk mondani, hogy mindig tudott uralkodni ezek felett. Jézus életében nem látjuk azt, hogy értelmileg, ideológiailag, vagy elméletileg valaha megmozdult volna az, amitben ő hitt. Ő mindig Igen, nagyon jól tartotta a meggyőződéseim mellett. Igen, és ugyanakkor ez vezette az ő érzelmi világát is. Az, hogy valaki botrányt jelentett, vagy hogy Lázár meghalt, ez egy trauma volt sok ember, az ő számára is, ezért sírt. De ez nem vezette olyan addig előtt, hogy teljesen megbotránkozzon. Vagy a farizeusok képmutatása, vagy más ilyen érzelmi hatásokról beszélhetünk, amelyek nem ö, rendítették meg az ő értelmi meggyőződését és hitét, amely persze a, a, a gyökere volt, és a, a támasza az ő lelki világának is. És még egy nagyon rövid befejező gondolatként, Szerinted milyen mértékben követhető ez a példa? Tehát gondolom, hogy ilyen szempontból Jézus olyan magaslaton áll, amelyet mi, gyarló, bűnös emberek, majdnem lehetetlen, hogy elérjünk. Tehát milyen mértékben utánozhatjuk le Jézust, és hogyan esetleg, hogyan valósíthatunk meg minél többet ebből az egyensúlyból, amit Jézus. Bemutatott ezen a téren is. Örvendek, hogy a majdnem szót <laughs> Igen. Én úgy gondolom, hogy Jézus Krisztus példája követendő példa. És hiszem, hogy abban a mértékben, amelyben mi elérhetjük azt a magaslatot, amit Jézus kitűzött, vagy meghagyott a mi életünkben, az ő segítségével el tudjuk érni. Lehet, hogy nem kell elérjük azt a magaslatot, mert mi nem vagyunk megváltók ennek a világnak. Mi nem azért jöttünk erre a világra, hogy elvégezzük azt a célt, amit Jézus végzett. De azt a magaslatot, amit Isten kitűz a mi számunkra, ugye beszéltünk egy előző adásban arról, hogy Isten elrendelt bennünket egy bizonyos célra. Uh -huh. Vannak bizonyos standardok, amire mi el tudunk jutni, és ez azt jelenti, hogy Isten erőt tud adni arra, hogy mi is oda eljussunk. Nagyon fontos ilyen téren is megemlíteném gyakorlati szempontból az imádkozást, a komoly tanulmányozást és a hitnek a valódi megélését. Óvakodjunk attól, hogy képmutatóak legyünk, vagy hogy dupla életet éljünk, és amennyiben lehet, tisztázzunk mindent a mi életünkben, értelmi szinten, vezessünk le mindent, éljünk meggyőződésből. Pálapostól a római belékez írott levélben említi egy adott pillanatban, hogy ami nem meggyőződésből van, bűn az. Ez azt jelenti, hogy legelső sorban nekünk tisztában kell legyen minden elf. Azért, hogy majd az érzelmi világunk ne egy ilyen mosogéphez hasonló, kavargó ö, élet legyen, hanem legyen egyenes, legyen stabil, legyen egy alap, ö, amire építeni lehet. Ugye Pálapostól hasonlatával élek újból, aki azt mondja, hogy az alap az Krisztus és arra épít ő, vagy Apolos, vagy bárki más, de az alap az mindig Krisztus. Így hát értelmileg nekünk is ez le kell legyen tisztázva, hogy Krisztus az alap. Köszönöm a válaszokat. Lukácsó Edmond adventista lelkészt hallották.